9 meccsekre hali abszolút első és második helyzet áll mellettem. Zsolti, milyen volt? Hát nagyon jó volt, főleg így, hogy elsők lettünk, úgyhogy ez tényleg azt mondom, hogy mindent felülmúlott, de én azt mondom, hogy az első helytől független ez a csata, ez még jobb volt, mert igazából az első, ez nem azért lett az első, mert mi voltunk a leggyorsabbak, a Norbiék azok gyorsabbak voltak, igaz, hogy egy hajszállal, mert mind a hárman szinte azt mondom, hogy én szerintem úgy keltünk fel, hogy bárkiből első lehet, attól függetlenül, hogy ki hogy van lemaradva, és hát nagyon-nagyon jó sikerült így a verseny. Azért meg kellett érte küzdeni, tényleg itt hárman nem kiméltük egymást, úgyhogy hol a gumi választások, hol a csúszkálások, hol az, mindig valami közre szólt, de mi hárman azért így tartottuk magunkat egymáshoz, és azt mondom, hogy ez azért jó, jó keményre sikeredett. Egy rally versenynek célben van vége. Mit éreztél akkor, amikor megláttad Norbiék autóját a pályaszélén? Hát megmondom őszintén, hogy már a előtte való gyorsan egy picikét úgy fölengedtem, hogy reálisan néztem a dolgokat. Ugye 6 másodpercre voltak tőlem a Hercigék, a Robiék is azt hiszem, hogy 6 másodperc körül voltak tőlünk. Én úgy indultam neki az utolsó gyorsnak, hogy ha nem csinálok óriási hibát, akkor a 10 kilométeren nem hiszem, hogy kapok 6 másodpercet, és bármekkora csodát csinálok, akkor se hozok 6 másodpercet a Norbiékon, és egy picit így nyugodtabban, egy jó temposat akartunk menni. De azért az előző versenyből tanulva, hogy 1 másodpercen maradtunk le a második helyre, vagy egy jobb helyezésről, így azért elég nagy gázzal kezdtük az első pár kilométert, és amikor megláttuk a Norbiékat itt az út szélén, akkor egy picikét úgy belassultunk, meg a Csabi mondta is, hogy attól függetlenül azért nem menjünk lassan, de azért sokkal megfontoltabban mentünk, úgy voltam vele, hogy még ha Robi utol is ér, de egy biztos második hely is szerintem sokkal többet ér, vagy egy célbeérés, mindegy kiesés, úgyhogy de azért nem spóroltunk az utolsó kanyarokig, de sokkal megfontoltabban kellett menni szerintem. Köszönöm szépen, gratulálok! Köszönjük!